kakaó. Aha. Tudod előre az állat délektól. Ez az. És engedd el a szem, engedd így, úgy van. Mikor azt szokták mondani, hogy a színészek, hogy más a forgatás, meg más a színpadon játszás, akkor az igaz. Ez bíró, ez jó. Főleg az opera színpadon azért mi elég távol vagyunk, ott a gesztusok sokszor sokkal nagyobbak. Itt meg más mimikákat kellett használni, de nagyon izgalmas. Jó, ez az, aha. Ez már jó. Nagyon jó. Mindenkit megjutatok arról, hogy ezt csak akkor tudom kimondani ezeket a szavakat, hogy nagyon szép, nagyon jó, szuper, hogyha valóban azt látom a kamerában. A műterem vakuktól villogó felén Kovácsházi István operaénekes, vele szemben Emmer László fotóművész. Az Opera magazin nyári számának címlapja készül. Hogyha egy fotó jól sikerül, akkor annak mindenki örül, annak én is. A lámpák, a derítők készenlétben, a ruhakérdés egyhangulag eldöntve. A kikészített ingek, nadrágok és mellények között lógó páncélra esett a választás, amit Kovácsházi István legutóbb Richard Wagner színpadszentelő ünnepi játékának harmadik felvonásában viselt. Igen, a Parsifal előadásból került bele egy jelmez. A tenor számára nem csak Parsifal fekete páncélja emblematikus, hanem maguk a Wagner szerepek is. A kapcsolódás a Nürnbergi mesterdalnokok Stolzingi Walter szerepéig nyúlik vissza, amit 6 év németországi éneklés követett. Majd az opera színpadára visszatérve Mozart, Puccini, Verdi, Donizetti vagy Erkel operáiban nyújtott alakításai után és mellett leginkább Wagner szerepeiben lép közönség elé. Még a május közepén történt fotózásra is Wagner kíséretével érkezett. Tegnap volt az Istenek alkonya premier, elég későn lett vége. Nagy teljesítmény volt szerintem ma nekem arcot csinálni ide, mert ilyenkor, de talán sikerült. Itt nem kell énekelnie, itt nem kell szöveget mondani, itt önmaga jelenik meg, még akkor is, hogyha most éppen a Parsifal jelmezt vette fel az Isten. A fotózás második felében a páncélhoz képest hétköznapi ruhák következnek, melyek, ahogy az olvasók már megszokhatták, a magazin belső oldalaira kerülnek. A tapasztalatokból pedig leszűrhető, hogyan alakult ki az összhang dinamikája. 20 év fényképezem, de mai napig nagy izgalommal, néha begyulladva érkezek munkára. Ez egy teljes bizonytalanság. Azzal a 2-3 óra alatt kell nekünk összebarátkozni, együttműködni és valami nagyon-nagyon jót csinálni. Úgyhogy ettől ez mindig izgalmas. Szerintem kiváló pedagógiai ösztönnel van megáldva a Laci. A végeredmény pedig nem csak az Opera magazin nyári számának borítójára, de a személyes emlékek közé is bekerül. Amikor én bekerültem az Operába, akkor egy csomó ideig az volt az ajándék, hogy kaptunk egy plakátot. És rengeteg plakátot őrzök azokból az időkből. Aztán persze mindig változik a világ, most nincsen ilyen. Most itt fotókat, esetleg felvételeket, tévéfelvételeket próbálunk eltenni emlékül, hogyha majd az unokák megnézik, hogy mit csinált a nagypapa. Akkor legyen róla emlék.